Tehát a mai magyar előadás egy picit más tematikát vesz föl, de ezt ugye nem zsákban pacskaként kínáltuk, hiszen ezt már a tematika összeállítása során is tudtuk, hogy ezen a napon ez az előadás kerül sorra. Ez nem jelenti azt, nyilvánvalóan ebből a kolokvídon bármilyen szinten kérdezni fog bármelyik is, illetve hogy meglátjuk, hogy nem hiszem, hogy kérdezni fogunk. Viszont azt gondolom, hogy bármennyire is gondolom a többség tanár, szakos hallgató, hogy picit, ha a tudomány egyetemen vagyunk, akkor kutatás, vagyis pillanatosan bele egy csöppet, most éppen itt a medialisztik a középfokú kutatásról lenne szó. És engedjék meg, hogy bemutassam Tusor Péter professzor urat, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyháztörténeti témájú kurzusainak egyik legavatottabb előadója. Évtizedek óta kutat a vatikáni, most már apostoli levéltárban és Róma egyéb gyűjteményeiben, sőt Itália egyéb gyűjteményeiben is. És hát egyúttal látnak egy rolapot, egyúttal a Magyar Tudományos Akadémia Pázmány Péter Katolikus Egyetem Frakoni Vilmos római történeti kutatócsoportjának ő a vezetője, és hát a PTE-vel való kooperációja, ez most már több mint évtizedes múltra tekint vissza, korábban csak úgy apokerülekkel találkoztunk konferenciákon, de gyakorlatilag 2009-10 óta folyamatosan együtt dolgozunk, hol többen kapcsolódunk be a PTE középkori és koronikor történeti konszíliumból. Manapság jó magam képviselem ebben a kutatócsoportban is a pécsi színeket. Úgyhogy Péternek átadtam a szót, hogy egy picit beszél a vatikáni kutatásokról, illetve látják, hogy van egy kiváló válogatott kiállítása gyakorlatilag a Péter által sorozat szerkesztett és megálmodott sorozatokból, illetve sorozatból is hasonlítaiból, úgyhogy erről egy picit beszélne, aztán jönnék én. Jó, és akkor így érne véget a mai előadás. Még mielőtt átadnám Péternek a szót, praktikus információ. Ki hallott, illetve ellenpróbával kezdünk, ki nem hallotta az április elején esedékesek a szaknapokról? Van olyan? Most nyilván a hallgatókat kérdezem elsősorban. Tehát mindenki hallott róla. Ugye ezt emlékszik valaki rá, hogy ez mettől meddig tart? Napra lebontva? 4-től 8-ig. Április 4-ről szóljon az ének, így van, 4-től 8-ig, tökéletes. Oké, már most mondanám, hogy 6-dika az egy kiváló nap, mert egy szerdai nap, és főképpen a délutáni, reméljük, addig én is fölépülök, a délutáni tanárdiák foci meccsek is nagyon izgalmasak lesznek, délelőtt után kirándulásra lehet részt venni, de hogy ne húzzam az időt, az előadás, amit én tartanék a Zsigmond korról, az elmarad. Ugye 2-ig van dékáni szünet, akkor ezt most magamhoz ragadom, 2-től 4-ig, akik itt részt vennének, szünetet kapnak, jó? Cserébe lássam az arcokat a közösségi rendezvényeken, jó? És aztán majd Zsigmondkor bepontoljuk, nyilván majd így meg tudom összesülni, jó? Magammal kell ezt megbeszélnem. Jó? Tehát ha nem írnék le üzenetet, nem azért van, mert hogy slendrián vagyok, hanem lehet, hogy sok dolgom is elfelejtem, úgyhogy ezt mindenki egyezze fel és adja tovább, jó? De igyekszem netúra is, illetve a Teams-be is egy közönetet erről megejteni. Köszönöm szépen, és átadom át a Tusor találkozni a szót. Köszönöm. Kedves kollégák, kedves kollégák, igyekszem nagyon rövid lenni. Mit keresünk mi itt a Pécsi Tudomány Egyetemen, gyönyörű szép tavaszi napon, egy rendes egyetemi előadáson? Kérem szépen, semmi más nem szeretnék, mint az egyetemi oktatást és a professzionális akadémiai kutatást valamilyen módon összehozni, mégpedig ez a mód a mostani alkalomnak a címe, 6. Fraktói Műhely Szemináriumja, Fraktói Kutatócsoport 6. Egyetemi Műhely Szemináriuma. Fraktói Kutatócsoport Katolikus Egyetemen működött idáig, még a lendületprogram keretében alakult, támogatott kutatóhelyi program keretében folytatja a működését. Mi is ez? Kérem szépen, Magyarországon ritka funkcionális dolog, amikor hatékony módon az MTA, illetve most már ugye a leválasztott intézetek nyomán az LK, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat komoly anyagi forrásokat biztosít arra, hogy egyetemeken, kutatócsoportok
mini kutató intézetek saját költségvetéssel, főállású, félállású alkalmazottakkal tudományműveit és alapkutatásokat folytasson. Aki ilyen kutatócsoportot vezethet, ugye egy elvárás van, hogy már az MTA-nak a doktora legyen, és hát lehetőséget kínál arra, hogy hallgatóság soraiból idővel a tudomány pályáján elindítson és tartson, annak alkotó és szabadság fokai abszorbeálva tehetséges hallgatókat. Itt jelen esetben Kanász Viktor, Nemes Gábor és Sági György képviselik a volt pázlányos hallgatókat, akik most már a Frakói kutatócsoportnak osztopos tagjai, tudományos segédmunkatársai, munkatársai, sőt hamarosan lépnek elő tudományos munkatársá és fő munkatársá. Minden ilyen kutatásnak, vatikáni kutatás is picit rangosabb helyen és kicsit nagyobb nemzetközi ugye, lehetőségekkel, lényege, hogy különféle részprojekteket művelünk, és arra törekszünk, hogy ezek a nagyobb részprojektek saját alapítású és fenntartású a gondolatkiadó gondozásában megjelenő kötetekben, hozzá Collectanea Vaticana Hungariae, ugye Magyarországnak a vatikáni gyűjteménye sorozatban jelenjenek meg, és ez jelenti a projektnek tulajdonképpen a lezárását és megvalósulását, a nagy közönségnek való prezentálását pedig alapvetően úgy képzeltük el, hogy már nem könyvbemutatókat tartunk, erre is azért van példa, hanem oktatás és kutatás szimbiózisának a jegyében az egyetemi oktatáshoz kapcsolódóan prezentáljuk őket. Na, ez lesz az alkalom, amikor Fedeles Tamás professzor úr egy nagy és a vaskos forrás kiadványát ugye publikálta tavaly év folyamán, Kalász Viktor doktorandusza is, nekem is, neki is Pázmányról Pécsre igazolták, nem árt, hogyha több egyetemet látunk, ő működött közben szerkesztőként, tehát ez egy közösségi és csapat munka, és most a fontosabb eredményeket összefoglaljuk a rendes egyetemi oktatás keretében, és természetesen minden más, ugye ezt is föl fogjuk tenni a kutatócsoportnak a YouTube csatornájára, és ezzel is az eredményeknek a recepcióját igyekszünk ugye előmozdítani. Ezek után természetesen lesz majd egy kutatócsoporti érdekezlet is, ezeket igyekszünk praktikusan és ilyen kiváló alkalmakhoz szervezni, ahol már azon fogunk gondolkodni, hogy a Rómában esetleg most tavasszal, ha megyünk ki csapatosan, vagy ősszel, hogy lehetne egy hasonló szemináriumot tartani. Pont az a kiadvány, én megnéztem, amit itt ünnepelni fogunk és bemutatni, az nincs itt, hiszen már megérkezett az egyetemnek a könyvtárába, de hamarosan jön. Ezeket a köteteket nem kifejezetten nem a reklám helyekén állítottuk ki, de bár nyilván tudjuk, hogy a jó bornak is kell a cégér, hogy mi jó bor vagyunk ezt, vagy önök meg a tudományos közélet eldönti, hanem rájöttünk arra, hogy bizony, ugye ebben az online korszakban hiába minden kötetünk open access hozzáférhető a kutatócsoport honlapján, institutumfrakói.hu, tehát Google korszakban nevünk alapján könnyen megtalálható ez az általunk fejlesztett és karbantartott többek között Viktor és Gyuri által karbantartott honlap, azért az nem váltja ki, hogy az egyetemi könyvtárban ne legyenek itt a printed példányok, tehát ezt amúgy itt szépen Kruppa Tamás kolléga Szegedről ide dizájnolt a számunkra, ezek azért vannak most itt, mert ezek még nincsenek meg a Pécsi Tudományegyetemnek a könyvtárában, a történelem szakkönyvtárban, tehát ezt ennek a számára hoztuk el, de gondoltuk, ha már elhoztuk, akkor csinálunk belőle egy ilyen kis prezentációt is, és így van, meg is érkezett, nézzük meg, szerintem ezt érdemes lesz körbeadni is, hogy Fedeles rektorhelyettes úr, a vatikáni levéltáros munkája, vagy levéltári munkája során milyen új Magyarországon hozzá nem férhető adatokat és forrásokat, latin nyelvű forrásokat tár föl ebben a projektjében, amiről olyan 5-6 éves eredetre megy vissza, 5-6 éves eredetre megy vissza, tehát ez egy új projekt a korábbiak után, ebben a pályázati ciklusban került rá sor, és bár tulajdonképpen az időpontoknak a
az egyezés az véletlen, de eme okmánytár és forrásgyűjtés alapján írta meg akadémiai doktori disszertációját, melynek a védésére a tegnapi napon került sor, és védte meg akadémikusokból és akadémiai doktorokból álló bizottság előtt igen kiváló eredménnyel és nagy elismerés mellett téziseit. Akadémia doktori tanácsa hamarosan az MTA doktora címet fogja a professzor úrnak adományozni, de megragadom a lehetőséget, hogy a kutatócsoport vezetőjeként, mint a kutatócsoport fő munkatársának és leendő tudományos tanácsadójának ezúton is nyilvánosan gratuláljak a hallgatóság. Látjuk, hogy a nagy gratuláció az milyen következményekkel jár. Tamás, szinte a Gábor meg fogja csinálni már. Ugyan már jön is. Hát azt lehet mondani, hogy égszendül és földindulás, és földindulás, de lehet földindulás. Kedves kollégáim, ígértem, hogy rövid leszek, már is mondandók végénél járok. 2017-ben ugye 5 éves pályázati ciklusokban működünk, és mindig megmérettetünk a továbbélés ettől a pályázattól függ. Alakultunk meg. Az első egyetemi műhely szeminárium szintén, ha jól emlékszem, ezen falak között volt, és mutattuk be a CVH 1/15-ös kötetét, ami Federes Tamással közösen szervezett hungarológiai kongresszus szekciónak a tanulmányai jelentette meg. Ezen műhely szemináriumon jelentettük be, és alakult meg a fraknói kutatócsoport, MTA, PPK, fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport, a teljes és becsületes nevű, Tamás is említette az előbb. Ez az utolsó ilyen együttes, hivatalos és nyilvános rendezvényünk, egy részprojektünk, kapcsolódó részprojektünk, Kanász Viktor könyvnek a bemutatója lesz, még hogy társszervezők vagyunk, de mint úgymond hivatalos kutatócsoport rendezvény, ez az utolsó. Úgy halljuk, hogy a pályázatunk ismét sikerrel járt, és július 1-től fogjuk megint ezt a munkát folytatni, nagyjából hasonló fölállásban, mint most. Tudományos életben és a végzetünk alapján ugye előre is fognak lépni a kollégák, ami egy nagyon speciális pécsi jellemző lesz, és ezt itt szeretném publikusan bejelenteni, hogy 17 és 22-es ciklus után 2022 és 2027 között, mint LKH, ugye előbb említettem, hogy a MTA átadta az intézeteit, nem biztos, hogy önként és dalolva, LKH, PPK, PTE, Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport fogunk a továbbiakban működni, tehát a Pécsi Egyetem társbefogadója lesz ennek a tudományos végkutató intézetnek. Meghatározom Federes Tamás tudományos tanácsadó és remélhetőleg társkutatócsoport vezető révén. Nagyon köszönöm figyelmüket, és ezzel átadnám Tamásnak a szót, a könyvet pedig a körbe, nem legyen. Köszönöm szépen. Ezt a bevezetés lehet. Remélem mindenkinek úgy nagyjából napra kész információkkal szolgált Usolt tanár úr, hogy az oktatás, a kutatások nyilvánvalóan közös kéz a kézben járó munkafolyamatok, és itt látom doktoranuszok közül Ignác Ágostont is, itt üdvözölhetjük, aki első éves nálunk a PTR középkori és korai történet doktori programján. Illetve Kanász Viktorra röviden kitérnénk, valóban Usolt tanár úrnak a témavezetéssel itt nálunk készített a doktori disszertációját, néhány héten belül a műrégitájára is sor kerül, és remélhetőleg itt ebben a fél évben meg is tudja védeni a doktori értekezését, amit a PhD fokozat autóidigésével fog járni. Nos, ennyit előjáróként, és akkor azt ígértem, hogy nagyon megfogunk ebből a most bemutatandó anyagból vizsgán kérdezni, azért az elejéből lehet, hogy fogunk, mert az ugye általános érdeklődésre tart számot, és önök ezeket nagyon jól tudják, csak nem biztos, hogy ilyetén, hogy én most idézni fogok két hosszabb passzust. Tehát az első idézet Apó Flőri Benedek rendi monostor apátjának tollából származik, aki 994-ben írt egy levelet Capé Hugónak, illetve Robertnek, ugye őről nyilván hallottak. Hogy szól az idézet? Íme. Ám de őket, tudjuk a szüzeket, hátrahagyva először a férfiak rendjéről,
azaz a laikusokról kell szólnunk, akik között egyesek földművesek, mások pedig harcosok. A földművesek verejtékkel művelik meg a földeket, és végeznek különböző földműves mesterségeket, amely az egész egyházat eltartja. A harcosok pedig megelégednek a hadi szolgálatuk bérével, nem csapnak össze az anyagékben, nyilván az egyházban, hanem körültekintően harcolnak Isten szent egyházának ellenségeivel. Következik a klerikusok rendje, amely három különálló fokozatba tagolódik, azaz a diakonusokra, presbiterekre és püspökökre, ugyanis valamennyi alsógrádusú személyt klerikusnak neveznek. Ez az első idézet. Ez vajon mit ír körül? Mire gondolnak? Voltak földművesek, harcosok, és voltak klerikusok, ugye, akik imádkoznak. Ezt nem rémlik valami önöknek ilyen középiskolás tanulmányaikból esetleg? Esetleg. Aha, milyen rendek? Hát... Ezt hogy hívjuk? Ugye ez nem a politikai értelemben vett rendek, hanem... Társadalmi rendek. Aha, ugye ez a funkcionális vagy társadalmi rendek. Oké, tehát erről beszélünk, ugye ezt az egyetemes törővizsgán nyilván saját szavaikkal el fogják tudni mondani. A másik az már picit konkrétabban fogalmaz, néhány évtizeddel későbbi hasonló témában Adalbert Laoni püspök következőképpen fogalmazott, idézem ismét csak. Isten háza tehát, amelyet egynek hiszünk, három részre osztjuk. Egyesek imádkoznak, mások harcolnak, és ismét mások dolgoznak. Ugye? Orató rész. Így van. Mindenki mindent tud, tehát abszolút ide csatlakozik ez az előadás is. Oké. Okay. Ez a három rész, mely együtt létezik, nem szenvedheti a szétválasztás. A szolgálat, amit az egyik végez, a másik kettő munkájának a feltételét adja. Mindenki a maga részéről köteles, az együttes segített. Így ez a hármas összetétel valójában egységet alkot, és ezáltal győzedelmeskedhet a törvény, és örvendezhet a végén a világ. Idézet vége. Na most akkor nyilvánvalóan, hogyha ránéznek a dia címére, akkor itt melyik rendről lehet szó, melyik funkcionális rendről? Az orátó rész, ugye? Egyházról. Ugye a klerikusokról tulajdonképpen. Hogy egy picit a terminológia világába is bevezessem önöket, mindjárt feloldom a latin megfelelőket. Ugye szerencsés a helyzetem, mert talán múlt héten tartottam a szerzetesség előadást, vagy múlt héten, ugye? Tehát viszonylag, hogy elhelyeztük az egyházat szerintem a megfelelő helyen. Ugye a klerikus szót említettük, ugye? A klerikust és a laikus szót is említettük. Ugye a klerikus gyakorlatilag sorsot, örökséget jelent, görög szó. Ebben a kontextusban az örökségre kiválasztottat, a szent szolgálatra kiválasztottat, a laikus pedig a laos szintén görög szóból, a népről származik, ő pedig a nyilván az Isten népét, a híveket, a laikusokat jelenti. Úgyhogy ilyetén a klerikusok azok hát magától értetődő módon, bár van a fogalomnak jelentéstartalmi változása az évszázadok során, de a klasszikus értelemben, és ma is így fogunk használni, az egyházi rend különböző fokozatait fölvevő férfi személyeket fogja jelölni, hiszen a katolikus egyházról beszélünk. Ugye a múlt alkalommal ismétlünk egy picit. Mit jelent ez a két fogalom a klerikus mellett? Van a szekuláris, meg a reguláris. Ugye reguláris klérikusról beszélt a múlt alkalommal. Emlékeznek mire? Szekuláris, reguláris. És ugye segítek, a szerzetességről tartottam előadást. A szerzetesség melyik csoportban sorolnak? Így van. Aha, így van. A másik pedig a világi lelkészkedő papságra és annak csoportjaira vonatkozik. A következő, amit látnak, ugye az ordinész szó, ugye ez az ordó, ez a rend szóból ennek a többeszámú megfelelője, tehát a rendeket jelöli, ugyanis aki egyházi szolgálatra választatott ki, tehát klerikussá vált, az nem jelentette azt, ahogy múltalán is említettem, hogy egyből áldozó pap, presbiter lett az illető, hanem ennek is voltak különböző fokozatai, grádusai, és ezeket látják felsorolva. Ráadásul igyekeztem össze tömöríteni egy picit, úgyhogy itt a másodiknál majd lesz még négy altagozati elem, de azokat majd csak szóban említem. Az első, ami tulajdonképpen itt
nem tudom mennyire tükröződik vissza ez a monitor, de hogy látják a két fickó, talán jobban látszik, a két fickónak a feje tetején, ugye ki van borotválva egy kis darab, egy kis rész a hajukból, a hajkoronáikból. Kosztümös filmeken általában a fél fej le van borotválva, az kicsit túlzás, én nagyjából két forintos nagyságrendet szoktak kiborotválni. Ez azt jelentette, hogy Istennek ajánlják föl magukat, vagy hogyha nyilván kisebbek, kiskorúak, akkor a szüleik őket, a hajkoronából kiborotválnak egy pici részt. Ez a prima tonzúra, ugye, hogyha az emberek tonzúrája van, ugye férfiak, önök még nem, de én már talán, meg itt a kollégáknak is többen, ugye, bár nem vagyunk perikusok, de ugye a hajkorona magától kiborotválódik, tehát ez természetes vele járuljuk az idősödésnek. Tehát a prima tonzúra az első, amikor ugye Isten szolgálatába szegődnek. Ugye a négy kisebb rend, amely alá bontható, méghozzá kapuőrökre, vagy hossziáriira, olvasókra, lektorokra, vagy, ami izgalmas, ördögűzőkre, mert ilyen is volt, ugye a kisebb rendek között az exorcizmus, ugye az exorcisták által véghez vitt szertartások, illetve az akulitusok, vagy akulitátus rendje, amely hát ilyen fánkői, illetve gyertyavívői szolgálatot jelentett. Ezek voltak a kisebb rendek. Majd utána következett a subdiakonátus, ez már azt jelentette, hogy normál esetben itt az egyház keverékkel darabja az illető. 18 éves életkort írtak elő, egyházi javadalommal kellett rendelkezniük, majd ezt követi a diakonátus, majd az áldozó papirend, ugye ez a presbiterátus, ez ezt jelenti, és végül pedig a csúcson ugye a püspöki oltó, az episzkopátus. Jó, ezekről fogok beszélni. Most ugye itt ez a három, amit itt összekapcsoltam, ordinészák, ezek a szent rendek, ezek ugye markánsan megkülönböztetendők az első három, az első két helyen felsoroltaktól. Ugye itt megkörve a forráskiadvány, ugye itt a forrásokra lenne érdemes egy picit beszélni, hogy ez mennyire magától értetődő, hogy bárkiről is az egyházi társadalom tagjai közül, bárkiről is tudjuk azt, hogy mikor szentelték föl az egyházi rend egyes fokozataiban. Ugye ezek a hazai levéltárakban, én most én nagyjából megpróbáltam összeszedni, hogy hány ilyen dokumentumban, ami bizonyítvány tulajdonképpen, ami igazolja, hogy felszentelik az illetőt, összesen 32-t találtam. Ezzel szemben a vatikáni anyaggyűjtésen ezt kiegészítve 793 személyre tudtam adatokat elővarázsolni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez olyan személyes dokumentumok voltak, amelyek nyilván az illető számára voltak fontosak, később ezt nem őrizték meg. De gondoljanak bele, a családi levéltárok, azok valószínűleg a birtokokra vonatkozó leveleket preferálták, hiszen ugye azok voltak a család számára fontosak. Az, hogy a család egyik tagja esetleg egyházi szolgálatba lépett, halál után ez már kevésbé volt fontos, kivéve nyilván a püspöki méltóságot nyert el, de akkor máshogy is tudjuk elmenni a családi dolgokat. Nos, ugye itt látjuk, hogy milyen forrásokból nyerhető adat, hogyha megpróbáljuk a magyar klerikusok szentelésére vonatkozó információkat összegyűjteni, ezek döntően a vatikáni levéltárban találhatóak. A vatikáni apostoli levéltárban a gazdasági, kormányzati és egyéb főhivatalnak számító apostoli kamara egy irat együttesbe fűzte össze ezeket a római szenteléseket tartalmazó legfontosabb adatokat. Ezek a Libri Formatarum nevet viselik, ugyanis a formata ez olyan oklevél, ami gyakorlatilag igazolta azt, hogy az illetőt pappá szentelték a diákonussá, vagy akár az összes rendet fölvehette püspöki kivételével. Látnak még különböző lelőhelyeket. Gyakorlatilag ugyanúgy nem csak a Libri Formatarum, hanem egy ilyen vegyes, felvágotta, diverza kamerálias tartalmaz hasonló információkat, itt egy adatot leltem föl. A római állami levéltár, illetve a római vikáriátus levéltára pedig két olyan kötettel rendelkezik, illetve két olyan kötet maradt korukra, amelyben előfordulhattak, és el is fordultak már csekély számban Rómában az egyházi rend különböző fokozatait fölvevő magyarok. És hát itt látják, utaltam rá, hogy ezek vannak kontroll források és nagyon sporadikus sporadikusan, tehát nagyon csekély mértékben állnak ezek rendelkezésre, a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltára őrzi
általában ezeket vagy eredetiben, vagy fényképes másolatokban. Hogyha az okmánytárat lapozgatják, akkor nagyon ilyen, ez viszonylag egy jól olvasható, bár nyilván közelről sem nagyon lehet ezt látni, tehát ilyen jellegű kaligráfiával kell megdöpozni. Egy másik, a vikáriátus levéltár, amit lehet látni, hogy igen vaskos ez a kötet. Itt nem a szemüccsal és nem a monitorcsal, ezek nagyon csúnya állapotban maradtak korukra. Tehát itt András Éber kollégám még 2007-2008-ban ezeket vizsgált eredetiben, utána restaurálták, de gyakorlatilag hát küzdelmes, hogy itt adatokhoz jussunk, tehát valami kacipántos ez az írás. Itt látják ezt, hogy gyakorlatilag összesen 6, igen, nem tudok lézerezni ezzel, ugye itt 6 magyar adatot találtam ebben a két vaskos kötetben, az egyiket látják itt. Nem tudom, mennyire lehet ezt kiolvasni, odaírtam, hogy mit kell sejteni a kiemelt sorok közül, ami ott van azon az oldalon, ugye ez egy váci szkoláriszra vonatkozó szentelési bejegyzés, ugye szubdiákonyság szentelte az illető. Formata, ugye ami az igazolás, ez a Magyar Országos Levéltárban maradt korunkra, hogy amikor a kamarás igazolja, hogy ki, melyik püspök, kinek, mikor és mely egyházi rendeket adta föl, ugye ezzel tudták ők igazolni, hogy ők szolgálatba szerettek volna lépni bármely egyházi intézménybe. Ha megyünk tovább, akkor itt megint csak látnak egy olyan kontrollforrást, amit gyorsan át fogok lapozni, illetve nem kontrollt, hanem az eredeti, illetve az átiratát ennek a bejegyzésnek, ennek a libri formatára bejegyzésnek. Ugye itt magyar adatokat inextenzortan közel, rövid magyar regesztárval, tehát hozzá lehet férni. Nem tudom mennyire látják, 1521-es szentelésről, promócióról van szó, amelyben ugye egy zágrábi egyházmegyés oltárszról származó egyént szentelt föl Delgasztrói püspök, látható itt eredetiben, illetve már az okmánytárból 977. szám, és ugye igyekeztem azért a megfejtéseket mindenki számára egyértelművé tenni, megpróbáltam a lehetőség szerint azonosítani, hogy honnét származtak ezek a derék magyar klerikusaink, illetve ahol viseltek egyházi aldalmat. Ezt minden egyházmegyére elkészítettem, illetve Nagy Béla volt a kapcsolatos kiváló munkáját dicséri ez a kép is, vagy ez a térkép is, és itt látjuk, hogy nagyjából az Ágrábi Egyházmegyén belül, az Ágrábi Egyházmegyén északi részén helyezkedett el az adott település, ez az oltár. Na, ha már itt ennyire egy médiás rész voltam, és nagyjából igyekeztem a körülményeket megvilágítani, miről is fogok beszélni, konkrétan a szentelésekről ejtenék néhány szó. Még mielőtt a kuriai szentelésekre térnék át, röviden a papszentelésekről, vagy a klerikus szentelésekről beszélnek. Nyilvánvaló, hogy a klerikusokat önök szerint kik szentelhették. Illetve nekem nyilvánvaló szerintem önöknek is kik szentelhettek klerikusokat. Ki adhatják az első konzulától, vagy a nemzetközi jogi járásokat? Kinek elvei hatóságot? Püspök. Aha, így van, a püspök, ugye? A püspök szentelés maga alá nem tudhat. Tehát normál esetben, ugye nem kellett Rómáig menni, most gondoljunk bele, Kárpát-Velence bármelyik szegletében, mondjuk Pécsről viszonylag közel vagyunk, menjünk Erdélybe a harcaságba. Brassóban mondjuk induljunk el, vagy Székelyföldről, és menjünk el Rómába a középkorban, ugye? GPS nélkül, minden nélkül. Tehát, hogy egyszerű volt, gyanítom az erdélyi püspököt fölkeresni, mert Brassóban az is kacipántos volt, a helyünk elegendő volt, tehát a püspök, illetve a püspök által megbízott helyén is szentelhetett, tehát püspökhöz kellett járulni, tehát minden egyházmegyében az ott született, ott javadalmat birtokolni szerető ember az adott illetékes egyházmegye püspökéhez fordult. Jó, tehát ez egy alapeset. Voltak akik, és akkor most jön ez a dia, voltak akik viszont Rómába, vagy az apostoli kúria, a pápai kúriához szerettek volna fordulni, hát nyilvánvalóan ugye a pápai kúria az egy megfelelő magas presztízst is jelentett, presztízst is biztosított az illetőnek, ugye ez olyan, mint hogy a külföldön
diplomáznak. Ugye Cambridge diploma azért az nem neki jól, bármely magyar egyetem diplomájával, amit az most előtt gyakorlom én már. De hogyha írre mennek, valószínűleg az is nagyobb presztízsen rendelkezik. Ugye, és lefolytassam a sort. Tehát a szentelésnél is volt egyfajta presztízs is, azt gyanítom. Nézzük meg, hogy hogy nézett ki ez a mechanizmus. Ugye, hogyha a Kúria Románában nem az illető. Hozzátenem, hogy ez nem csak Rómát jelenti, majd erre is kitérek az előadásom vége fele, hanem ahol a pápa tartózkodik, ott van a Kúria, tehát például a 15. század 30-as éveiben Firenze, Ferrara, Bologna is, mint pápai székhelyek egy ideig funkcionáltak, tehát magyar lények közül Észak-Itáliában, de akár Toszkánában is megfordult néhány személy, de döntően azért persze Urbs étel, azaz Róma a célállomás. Ugye a kúriai szentelések mechanizmus, aki erre vette a bátorság, és sokan voltak, nem csak a magyarok, hanem a teljes keresztény Európa területéről, tehát a Szélrózsa minden irányából megtalálunk nagyobb vagy kisebb létszámú kontingenseket, akik megpróbálnak szentel, Rómában megpróbálják magat promoveltak, előre módítak. De az apostoli kamara volt az a szer a 15. századtól, sőt a 14. század végétől, amely a pápa fölhatalmazásával az egész ügymenetet koordinálta. Tehát ott a regisztrációtól kezdődően egészen a formata kiállításáig, hogy az előbb fekete-fehérben mutatott szentelési bizonyítvány a kamarás nevében kiáltott. Rafael Viali volt egyébként akkor a kamarás, lehetett látni Rafael nevet. Tehát nyilván a kamara határozta meg azt, hogy ki szentelhető fel egyáltalán mikor, melyik püspök által, hol. Jó, tehát hogy mindent nagyjából igyekezte koordinált. A másik fontos hivatal a pápa általános helyünke, a vicarius urbis. Ugye azt tudjuk, hogy a pápa az nem csak a katolikus egyház feje, hanem magától értetődő módon ugye a római püspökség élén álló személy. Melyik a pápa a széktemplom, azt tudják? Lehet, hogy múltóan ezt nem már hívettem. A románok gondolnak, akkor melyik az a templom, ami eszünkbe jut, ami... Az hol található? Rómán belül, már hogy szoktuk egy jelzőt. A Vatikán. Aha, és az lenne a pápának a... az a legelőkelőbb templom a katolikus egyháznak? Hierarchiában van-e ennél előkelőbb? Nagy Konstantin, visszameltünk az időben. Rómába keressük, csak meg ez a másik. Nagy Konstantin palotája. Egykori palotája. Az angyal? Az a Vatikához van közelebb. Ez kicsit távolabb van topográfiailag. De tényleg a legfontosabb ötlet. Lateráni Szent János Bazilika. Az minden templomoknak az anyja és mestere. Jó, tehát ez nagyon fontos. Van egy ilyen tószkép bennünk, hogy a Vatikánt látjuk mindig, de püspökként a Laterán. Oké? Okay? Tehát ez mindenképpen fontos. És Róma püspökeként ugye Laterán a szép templom a Róma püspökének, ugye a pápája. Tehát a római vikáriátus pedig a pápa elnöke. És úgy osztott meg a feladat a két intézmény között, hogy a kamara az gyakorlatilag a Róma és környékétől 40 km távolságot meghaladó útról érkezőket, érkezők szentelését intézte, és a 40 km-es akciórádiuszon belül, meg a helyi erőket, azt normál esetben a vikárius által biztosított formukon szentelték. A 16. században lesz egy olyan változás, hogy a visszaélések miatt az olyan szenteléseket, amelyek nagy tömegeket vonzottak, mert ugye általában, hogyha az Európa kontinens nézzük, mondjuk a brit szigetektől a Kárpát-Perencéig, mondjuk Tuzatjával több százan érkeznek Rómába, akkor nyilvánvalóan nem egyesével szentelik őket, hanem vannak általános szentelési alkalmak, mikor azt jelenti ez az általános szentelési alkalom, hogy egy időben akár 100 fölötti embert is felszentelnek. Ehhez ugye nagy befogadó képességű templomokra van szükség, és hát egy olyan bürokratikus apparátusra, amely minden ellenőrzés alatt tart. Na most a visszaélések miatt az ilyen hatalmas tömegeket vonzó
alkalmakat, promóciós alkalmakat a 16. század elejétől a pápák igyekeztek a vikáriátus joghatósága alá rendelni. Azért van még párhuzamos általános szentelésekre példa a később érdési képintőzmény között. Ugye megint csak ismeretlen szavak, kancellária apostolika, már később a datária apostolika, illetve a Róma legfőbb kegyelemosztó hivatala, a Sacrat Penitenciária apostolika is nagyon fontosak voltak a külhomból érkező számára, akik az egyházi rend bármely fokozatát fölkívánták venni. Ugyanis hát nagyon sokan nem csak azért indultak Rómába, mert nagy presztízs jelentett, ahol szenteltették magukat, hanem komoly problémák is fölmerülhettek. Előfeltételeket nem biztos, hogy megfeleltek. Nem rendelkeztek a püspökük elbocsájtó levelével, akkor kérelmezni kellett, hogy szeretnék fölvenni a megfelelő rendeket. Az is előfordult, és igen gyakori a 15. század második felében, hogy bizony gyorsított eljárás keretei között szerették volna magukat fölszenteltetni, mondjuk a prima tonzurával rendelkezők szerettek volna mondjuk két héten belül áldozó papok lenni. De látták, a hány grádus volt. Tehát nyilvánvalóan ugye nem akarták kivárni a következő alkalmakat, és ráadásul normál esetben évente 6 ilyen alkalom áll rendelkezésre. Tehát, hogy a kántorbéti napok, úgyhogy itt is megpróbálták a gyorsított eljárás keretében lehetővé tenni a delikvensek számára, hogy nem csak a 6 alkalom biztosítson számukra lehetőséget a szentelésre, hanem ezen túl is, de ezekkel is meg fogok foglalkozni. Normál esetben ugye kérvényt nyújtottak be valamely hivatalhoz, általában kancellária vagy datária hivatalához, ez a szupplikáció, ez a folyamont vár. Leírták, hogy ők XY honnan érkeztek és mit szeretnének, hol szeretnék magukat szenteltetni. Néha az okokat is, bár az kevésbé, hogy miért éppen Rómában. Általában, hogy a bürokrácia, ahogy fejlődött, a pápa erre már nem állíthatott ki okleveleket, vagy tehát a datárius nem állított ki okleveleket, hanem a kérvény szövege alá odaírta, hogy tulajdonképpen apostoli levél kijelentése nélkül is érvényes, és leírta, hogy gyorsított eljárás keretében, hogyha a vizsgálaton megfelelnek, akkor fölszentelheti őket az XY püspököt, már a szentelő nevét is meghatározták általában. Ugye említettem, hogy ha megvan a szupplikáció, akkor jön a szervezésnek az a része, amikor tulajdonképpen először is listát kell készítenie az apostoli kamar munkatársainak, a jegyzőknek, hogy kik azok és mely napokra lesznek beosztva. Főleg, hogyha ilyen százas nagyságrendben érkeznek. Egyrészt publikálták azt, hogy a szentelés előtti úgynevezett promóciós vizsgát mikor tehetik le, mely napokon. Ez nagyon fontos, hiszen vannak komoly előfeltételek. Meghatározták azt, hogy a szentelés mely templomban ki fogja végezni és mikor fogja végezni. Tehát regisztrálták őket, majd következett a szentelési vizsga, amikor ellenőrizték testileg alkalmasak-e, megfelelő képzettséggel rendelkeznek-e és így tovább. Majd a harmadik elem a konkrétan a promóció, a szentelés szertartása. Azért a promóció, mert a promóvere előmozdítani ügyét alkalmazták, hát előmozdították az egyházi rend egyes grádusaival az illetőket. Majd, hogyha minden stimmelt, nem volt hiba is, minden a ütemezeteknek megfelelően zajlott, akkor kiállították a papír igazolvány, papír bizonyítvány tulajdonképpen, a szentelési igazolást. Ez a littera formata, amit láthattak, tehát megkapta a dokumentumot, hogy őt pappá vagy éppen diakonussá vagy mivé is szentelték. Ugye itt a vizsgálat érdekes kérdés, évek óta foglalkoztat a gondolat, hogy gyakorlatilag mi az, amit prezentálni kellett ezeknek a derékelődteknek. Ugye, hogyha manapság valaki pap szeretne lenni, akkor egyszerű a dolga, bekapottad a püspöknél, fölvételizik a szemináriumba, teológiát kezd tanulni, majd aztán utána, ugye, hogy elvégzi és alkalmas és kitart ő is, meg az egyház is ő mellette, akkor tulajdonképpen ugye fölszentelik. És akkor ugye lelkipásztorként telik egy kitart. Káplán lesz és így tovább. Jó? Tehát az világos. De hogy volt ez a középkorban? Középkorban volt olyan keretrendszer, amelyben az illetők jelentkezhettek bátran, hogy papok szeretnek lenni, hogy egyáltalán milyen képzettséget föltételeznek? Önök. Mióta van a szemináriumi rendszer? Van ötletük? Olyan evidens, hogy ugye Szent István tisztán, minden falu építsen tíz templomot, vagy szóval tíz falu egy templom, bocsánat, éppen fordítva. Tehát, hogy vannak papok, ugye? Vannak szerzetesek.
Hogy meg se fordul a fejünkbe, mert hogy ezt, megtanultuk, hogy kikből lesznek a papok, kikből lesznek a szerzetesek, ugye? Főleg amikor ugye nem csak a Szent István misszióról beszélünk, hanem a saját Kárpát-Velencei született helyen válnak lejusse, hogyan s miképpen, ugye? Valamit csak tanulnak, nem? Ugye? Általában a papokra fölnéznek a helyi jobbágy település közösségéből az ottaniak, tehát okosabbnak kellene elméletileg, ugye? Tudnak ilyet, hogy mi? Nagyjából, hogy hol tanulhattak? Vagy egyáltalán van ilyen intézményes keretrendszer ennek a közegykori papképzésnek? Teológiai képzés van az egyetemeken, tehát 15. században kutyóban, ebben igaza van. Tessék? Hát tartózkodott. Igen, Kálmának voltak valami egyházak, több ilyen rendelkezése volt. Szerintem mondjuk a 17. században volt például a székes egyház köré szervezett szegény iskolát, hogyha volt pénze, ugye ott a főpapnak beszereztet hozzá eszközöket, például a főpapnak érte, tehát, hogy egy püspök maga köré vont, hogy Ágason ezt mondta, maga köré vont a Székesegyházi iskolában olyan embereket, leendő jelölteket, akik ugye alkalmasak voltak erre a hivatásra. Igen ám, de ez ugye azok jellegű, hogy melyik iskolában milyen színvonalon lehetett tulajdonképpen ismeretekhez jutni. Ugye ami a legfontosabb, az az, hogy a Trentói zsinat, ugye koronatóban járt, a Trentói zsinat, ugye 1545 és 63 között több időszakon reagáltak a reformáció és a katolikus egyház belső megújulását is megpróbálták előmozdítani, ott rendelik el, majd ősszel előadáson erről részletesebben, a szemináriumok felállítását, ugye a papképző intézmények felállítását. Jó, tehát addig nem volt intézményes keret a középkorban, tehát nem volt egy olyan iskola, hogy ott képzik a papokat. 15. században már ennek megvannak a sírái, 15. század második felében, de nincs ilyen intézményrendszer. Teológiát pedig a lelkészkedő papság 99%-a nem végzett. Ugye? Tehát az 16 éves tanulmányi idő, hát azt mondom önök sem, tehát a középkorát lebontva mondom, tehát az nagyon hosszú, általában nagyon kevesebb kiváltsága volt, a teológiai végzettség az egyértelmű, jó? Tehát a bölcsész, vagy hát a szabad művészeteket, vagy bölcsész tart, hogyha szabadon fordítom, akkor többen, sokkal többen végezték a teológiát, az alig-alig. Na de hogy a vizsgálatokról beszéljük egy picit, nagyon fontos, hogy kötelezővé tették a vizsgálatot. Ugye van egy olyan alaptétel, mert azt mondja ki, hogy Róma komoly szerepet játszott a intuitás folyamatának megindításában, akár a luteri intuitásra gondolunk, mert hogy egyrészt festett erkölcsű, ugye reneszánsz időszakában vagyunk, erről majd május 4-én fogok beszélni, a 6-én, nem tudom, amikor reneszánsz órát tartott, nem részletezem. Másik, meg hogy olyan embereknek adott tulajdonképpen lehetőséget a lelkipásztori szolgálatra, akik nem voltak képzettek. Tehát magyarán az alsópapság hát nem volt kellően művelt, ugye? Hogyha nézzük a tankönyveket, meg az általános ilyen ismeretteljes műveket, ez mind a mai napig vissza köszön, hogy hát a reformáció a hitültes egyik oka, hogy kevésbé volt művelt az alsópapság. Jó, tehát hogy viszont Rómában igyekeztek megfelelő kritériumokat támasztani az illetőkkel szemben, kötelezően előírták a vizsgálatot. Meg kellett győződjenek Rómában, hogy az illető önazonos-e. Ugye hát személyigazolvány hiányában ezt kevésbé tudta biztosítani. Hát minden egyes grádusnak megvolt az életkori írása. Említettem a szubdiákonátus esetében az alszepapi módul esetében a 18. betöltött életév, diákonus 20 éves kortól lehetett valaki, normál kánoni elvírás esetében, így ezt betartották, 25 éves korától lehetett pappá, presbiterré szentelni, és a 30. életév betöltése volt a előfeltétele, hogy bárkit is püspökké szenteljenek. Jó, vagy csak az életkort nézik. Most gondoljanak bele, hogyha önöket személyigazolvány nélkül, társadalom, irányítanék valamelyik terembe, hogy akkor szemrevételezéssel határozok meg, hogy hiányom, most önöket tudjuk éppen, de nem biztos, ugye, hogy 2-3 év különbséggel eltalálnánk, hogyha mondjuk itt az első vagy második filmről van szó. Tehát nyilván középkorban is nagyobb ez így volt,
születési időt nem nagyon tudták meghatározni. Ilyetén visszaélésekre is adhatott alkalmazott dolgok. Ugye a testi hiba az már más kérdés, ugye hát szemben a testi hibát azt azért csak észreveszünk. Ugye, hogyha az ember nem egy béna, vagy nem tudom, tehát hogy ugye nyilvánvalóan ezeket észreveszünk, hogyha az egyik szemére vak, hogyha hiányzik a fél karja, tehát ugye ez viszonylag azért könnyen azonosítható problémák. Viszont az erkölcsökkel, a morállal megint csak probléma van, ugye? Hát most azt ki tudja igazolni, mondjuk, hogyha egy, nem tudom, Saul Szentpéterről Rómába igyekül, és ott mondjuk az elméleti vizsgálás túljutó emberről azt mondja, hogy ő erkölcsös és törvényes házasság szülött, de ki tudja megmondani, hogy ő kicsoda tulajdonképpen, hogy ezek igazak, ezek a feltételek. Jó? Hát nyilvánvalóan ezt is igazolni kell, és hát a Róma talán azokat is vonzotta, akikről sokan mondtak idehazban. Ugye? Tehát, hogy azért Rómában kevésbé voltak informáltak valószínűleg, úgyhogy ezeket mind-mind vizsgálták, ezek szentelési akadályok voltak, mivel hogy nem megfelelő a történet. Ugye itt az erkölcsöket még egyszer írom meg a felkészültséget. Ugye felkészültséget lehetett igazából vizsgálni. Erre mindjárt ki fogok térni. Hogyha minden rendben találtak a vizsgán, akkor mehetett az illető arra a promócióra, ahogy mozdították az egyházilén bármely fokozatára, és ilyenkor azt látjuk egyébként a pirossal kiemelt részen, egy kis idézeten is, hogy folyamodványban is ezt rögzítették, hogyha az illető alkalmasnak bizonyul, akkor is szenteltetheti föl magát, ugye? Ezek a vizsgálatok ezt szavatoltak ellenőrizni, hogy mindenben alkalmas-e az adott delikvens. És gondolják belőle, hogy több száz ember megy, akkor ugye ezeket a vizsgálatokat azért hát nyilván egy bizottságnak kellett abszolválnia, és akkor itt az elméleti felkészültség. Ezt se tudjuk pontosan dokumentálni. Analógiákat hívtam segítségül, ugyanis ezek a kamarai könyvek szikára bejegyzéseket tartalmaznak. Oda ment az illető, ekkor, ekkor és ekkor fölszentelte az XY püspök, vagy erről kiáltottak egy oklevet, ennyit tudunk, akkor valószínűleg alkalmasnak tűnt vizsgálók számára. De mi volt az elmentő felkészültségnek a kritériumrendszer? Hál' Istennek vannak olyan vatikáni útfők, amelyek hasonló módon vizsgálták a jelöltek felkészültségét, mint a szentelésekkor elvált kontroll alkalmával. Ugye vizsgálat a elméleti felkészültség terén, ugye ez a literatúra, ugye az írástudás, olvasástudás, de főleg az olvasástudás a latin szövegek ismerete volt a legfontosabb. Tudnak-e olvasni legelőtt? Tudnak-e konstruálni, fogalmazni latinul nyilván? Tudnak-e latinizálni, igét ragozni? Tudnak-e, igen, az is elmondtam, hogy a következő rész az arra vonatkozik, tehát a latin nyelvi felkészültséget vették vizsgálat alá. Ugyanis nyilvánvalóan bármennyire is Sajó Szentpéter a magyarokban prédikál az illető személy, viszont latin utam az evangélium, a szentelszik az olvasmány, latin nyelven szolgáltatja ki a szentségeket, tehát kell ismerni a latin nyelvet ahhoz, hogy a feladatát elvégezze. Afelől is meggyőződtek, hogy az illető tud-e énekelni. Nyilván a papnak valamilyen szinten kell tudni, bár itt azért, hogy a tanár úrra nézek, azért nem, hogy ő nem tud, én kiválóan otthonál is, hanem hogy hallottuk mi azért pályafutásunk is, hogy olyan papot kitett. Nem voltak ebben annyira előre mutatóak. Hol tanultak, milyen edukációt, hol jártok iskolába? Efelől is érdeklődhettek, sajnos nem találtunk, nem található adatok, biztos elmondták, de nem érezték le ezeket. Az illető ugye, illetők egy része, scholaris, azaz iskolásként veszi fel az első konzultát, majdnem 50% a magyaroknak, nyilvánvalóan valahol ők tanultak. Faluban, városban, mezővárosban, nagyon kevesen jártak egyetemre egyébként a 793 adatolt személy közül. Illetve ugye ezeket az ismereteket elsajátíthatták, amelyeket eddig említettem, káptalani iskolában, városiskolában, bárhol. Viszont volt egy nagyon fontos dolog, a 15. század második felében már, és ott már a 14. század végén érezték a problémát, és összeállítottak egy lelkipásztori kézikönyvet már Itáliában. Hát nyilván, akik tudtak olvasni és akik hozzáfértek, azok tudták alkalmazni, hogy mi az a praktikum, amit nekik foglalkozásukhoz el kell sajátítani. És ugye itt a klerikus mesterségnek a csinyát-pinyát tudták elsajátítani az illetőt, amely hát nem csak az elméleti fölkészültséget jelentette, hanem ugyanúgy kell ezt elképzeljük, mint a céges
innen sokat, akik oda szegénynek egy cégre, és a mester mellett szépen az alapvető fordítva belső elnöke. Számos olyan dokumentumunk van, az első az tán Észak-Itáliából 1350-es évek elejéről, amikor az illető apa, a fián oda szegődtett az egyik plébároshoz, ez tán trend, sőt nem, ez biztosan trendóba volt, hogy egy évig a házában élhessen, és gyakorlatilag szolgálja őt, és mindenhol vitte magával. El se elképzelte, hogy kell misébe mutatni, hogy kell temetni, hogy kell sorosmázni. Tehát gyakorlatilag az elmélet és a gyakorlati felkészülés az megvalósult. Magyar példát kevesebb tudunk ebből, vagy az ilyen jellegű eseményekből, folyamatokból. 15. században van ilyen, meg 16. század elején soproni adatok vonatkozásában van egy kettő ilyen. A magyar vonatkozású bejegyzések. Azt nem említettem, hogy a Libri formatárum az összesen 14 darab kötetből áll, ez a regiszter sorozat, ebben vizsgáltam a magyarokat, és itt lehet látni, hogy a 1425-ben kezdődik egyébként ez a kötet vagy irat sorozat, és egészen ugye itt 1524-ig tart, viszont a magyar adatok 1426-ban jelennek meg, 1523-ban zárulnak. Itt látjuk, hogy az egyes kötetekben hány magyar személyre vonatkozó adatok állnak rendelkezésünkre. Összesen 783 magyarról van itt egészségére. Ebből tudomásunk. A 793, tehát a plusz 10 az úgy jön össze, hogy itt a vikáriátus égisze alatt szentelt magyarokat, illetve hát olyan magyarokat is beemeltem a analízisbe, akik formatával rendelkeztek, tehát biztos formával szentelték őket, viszont valami a formatából kimaradtak. Ugyanis bármennyire is úgy tűnik, hogy minden strikt és minden megszervezett volt, azért itt ezekben a másolati könyvekben nagy hiátusokat is felfedezhetünk, tehát ennél több magyar szentetek bizonyosan, meg néha slendrián módon jegyzeteltek a notáriuszok, tehát ők is hibázhattak. Itt a fokozatoknak a megosztását látjuk, arra hívnám tán fel a figyelmüket, ugye itt a Prima Consulától a püspöki hordóig, hogy ahogy a nagyon kevés püspökök szenteltek a Kúriában, gyakorlatilag egy kivételével segédpüspökként tevékenykedtek, tehát nem egy tradicionális egyházmegyeiren álltak. Találunk itt bodonyi püspököt, és így tovább. Tehát olyan püspökségek élére szentelték őket, amelyek a török vagy az oszmánok joghatósága alatt voltak már, tehát nem tartoztak szorosan katolikus egyházhoz. Ezeket én Partibus Infidelium püspökségnek tekintetjük. Az a püspökök ez nem jellemző, és arra hívnám fel a figyelmüket, hogy gyakorlatilag itt a Sati Ordinész a legtömegesebb, főképpen ugye a presbiterátust fölnevő számol. Tehát, hogyha Kárpát-medencéből indultak, akkor hát a többségnek azért jobban megérte, hogy presbiteri szentelteti magát, tehát nem csak az alacsonyabb rendeket vette föl. Az is nagyon fontos, hogy a szubdiákonátustól kezdődően a vizsgálaton azt is igazolniuk kellett, hogy egyházilag adatokkal rendelkeznek-e. Kivéve a szerzeteset. A szerzeteseket eltartotta a szerzetes rend, tehát őnek nem volt javadalmuk, viszont összes többinek, akik mondjuk asszerpapokká kívántak válni, hát igazolni kellett, hogy mondjuk egy kápolna, igazgatóságot bírtuk, vagy kanonoki jövedelme van, tehát miből él gyakorlatilag. Megint csak ez egy ilyen prekoncepció volt még korábban, bennem is fölmerült, hogy hát a Kárpát-medencéből, vagy akár mondjuk a Brit-sziget Írországból, vagy mondjuk az Ibériai félsziget legtávolabbi csücskéből Rómában bárki bármit bemondhatott. Ugye messziről jött ember, azt mondta, amit akar, mert nem tudták ellenőrizni. Tehát van néhány példa csalafintaságra, tehát trükkökre. Magyarokra ez nem jellemző. A vizsgát annak alapján egyértelműen elmondhat, hogy a magyaroknak nem érte meg ezt kockáztatni, hogy fals dolgokat mondtak be. Tehát ez mindenféleképpen elsősorban azokon a területeken volt praxis, ahol versenytek az egyházi javadalmakért, tehát nyilván sokkal több volt a jelöltünk maga a javadalom. Ez főképpen a mostani tudásunk szerint Dél-Németország, Német-Alföld déli része, Franciaország délnyugati és északi része, ezek a legtúlterítettebb javadalmak. Hát meg az itáliai javadalmak, most sem felejtkezzünk meg, de ők helyi erők voltak. Hogyha megnézzük a javadalom típusokat, akkor ugye itt is látjuk, hogy ott vannak a püspökeink, nyilván azt
lineárisan áthúzhatném a sort. 10 szerzetest találtam magyarok közül, de a legtöbben, hogy a plébán igazatot össze tudjuk vonni, ezeket a fogalmakat, bár nem helyes egyházi világ, de szinonimaként használták az évakok, tehát gyakorlatilag a plébánosok, plébániai szolgáltat vállalók voltak a legtöbben, a második kör az oltárjavadalommal rendelkező közül került ki, de látjuk, voltak öröki adalmasok is, például a váradban szolgáló fiúrak mellett működő házi káplán közül is kettőt találunk egyébként ebben a sorban. Fölfigyelhettek, van egy különbség, 783 és 743. A 743 az abból adódik, hogy nem mindenki a szentelését előműzik a Lumet Rómába, olyanok is voltak, akik engedélyt kértek, hogy őket bármelyik püspök fölszentelésre alkalmasnak bizonyulnak. Ehhez nem is kellett személyesen római kúriába utazni, elég volt, hogyha a ügyvéde képviselők útján ezt a kérvényt eljutatták. Ezeket hívjuk, ezeket a dokumentumokat a formatákkal szemben dimisszóriáknak, vagy dimisszomáliáknak. Tehát amikor engedélyt kaptak arra, hogy máshol szenteljék őket. Említettem a tömeges szenteléseket, az általános szenteléseket. Ugye a magyarok közül itt látjuk, hogy bár 1426-tól indul a sor, de itt azért nagy hányadjuk azért viszont a 15. század végére és a 16. század 20-as éveinek 23-ra pontosan időzített utazását. Ugye azon alkalmak, amikor a legtöbb magyart egy alkalommal valamelyik püspök fölszentelte, úgy látható. Ugye 1496. március 19-ben nem is elhozott az egyik kedvencem, itt volt a legtöbb magyarja is, több mint a német, több mint a spanyol, és így tovább. Nagyon érdekes, mert a 90-es évek egy ilyen boomot jelent egyébként, nem csak magyar, hanem valószínűleg össze-európai viszonylatban is, de ezt majd még picit további kutatásokkal kell igazolni. Hogyha a hónapokat vizsgáljuk, azon túl, hogy ugye itt említettem a hat időpontot, Rómában ugye ezt fölülírták a pápai engedélyek, hiszen a hat időponton túl is bármikor bármely püspök, akik megneveztek, fölszentelhette az illetőket. Itt látjuk, hogy a március-április az, ami kiugró eredményeket mutat. Hát ez pedig annak tudható be, magától értetődő módon, hogy a húsvét mindenkörre igyekeztek optimalizálni a hatásukat. Ez pedig azzal is összefügg, hogy hát a zarándoklatot is szeretett megtenni. Ugye, hát az is persze, nyilván a katolikus egyház legnagyobb mindenként szerette volna az apostol fejedelme sírjaitől keresni. Ez mindenképpen azonban nagyon fontos motivációs erőként bújik meg a háttérben. Ugye itt látjuk azokat a különbségeket a promóciók megosztása, a szentelések megosztása kapcsán. Ugye az előírt ez a kánoni, vagy kánonügyi előírás alapján az évi hat időpontot jelenti. Másik pedig az extra tempóról hivatalos előírtakon túli, tehát a gyorsított eljárásokra vonatkozik. Nézzük meg ezt a metszetet, ugye itt Mátyás regnálásának végétől, gyakorlatilag ugye második Lajos uralkodása, nem a vége fele járunk. Hát kiugró a narancsárga, ugye? Ami az extra. Hát itt magyarokat az is motiválta, gyanítom, hogy hát Rómában mondjuk két hetet időzzenek el, minden zalánok próbálnak eltennek végezni, minden ügyet el tudják intézni. És még nem is kerül olyan sokba a római tartózkodás, mint hogyha valaki ugye kívánná a megfelelő kánoni időpontokat. Jó, tehát ez is egy ilyen fontos megállapítás. A napi megosztást nézzük, ugye itt látjuk, hogy a vasárnap vezet, de fölhívnám a figyelmet a húsvétre és a pünkösdre, amelyek szintén megjelennek, illetve a virágvasárnapra. Hivatalosan ettől egyébként nem lehetett volna szentelni, de nyilvánvalóan ugye ez a trium szakum, illetve a virágvasárnap, ezek az ünnepek, amelyek ugye vonzák a turistákat is, gyáruló turistákról, zarándokról beszélek, ugye körmenetekre lehet részt venni, óriási kavalkád volt ekkor a középkorban és Rómában, tehát nyilván ezt szerették volna ünnepelni, hogy ez a vasárnapok ezt jelzik. A Triduum Sacrum, főleg itt a húsvét, illetve a pünkösd vonatkozásával érdekes, ugye a húsvét narancsárgával kiemelkedik, húsvét hétfő, ugye? Ha húsvét hétfőn szentelnek valakit, akkor magától értetődő, hogy az ünnepekre érkezhetett biztonságban, ugye? És akkor itt látjuk a többi nagy megoszlását. Hogyha a magyar klerikusainkat, akikről megállapított, a döntő többségről megállapított, hogy egyházmegyék
szerint érkeztek, hiszen nagyon fontos volt, hogy Egyház megyéből származok, illetve Egyház megyében volt a javadalom az illetőnek. Nyilvánvalóan én utaltam rá, a megyés püspök, a helyi ordinárius, az Egyház megye előjárója az, aki normál esetben szentel, kell mondani előjárás szerint, hogy ül a határbocsájtó levelet. Illetve a szentelés követően, valószínűleg ha hazamegy az illető, abban az Egyház megyében fog nagy esélye elhelyezkedni. Tehát ilyetén az Egyház megyéket mindig följegyezték a derék kabanai írkokon. Itt látjuk, hogy nagyjából mi az eloszlás. Amit kiemelnék, egy Esztergom, Eger, Erdély, illetve Zágráv az, amely dominálja az anyag alapján a magyarokat. És fölmerül a kérdés, hogy ugye két egyházban eleve hiányzik, miért hiányzik ezek. Még beszélek, addig megfeltetik, hogy melyik kettő hiányzik egyébként. Az is fölmerül az a kérdés is, hogy ha a távolságot nézzük, mint befolyásoló tényezőt, ugye, hogy milyen távolságban helyezkednek el az adott települések Rómától, akkor ugye itt fölmerül a kérdés, hogy mondjuk egyébként a viszonylag népesebb gazdagegyházi intézménnyel ellátott Pécsi és Veszprémi püspökség miért van ilyen viszonylag hátul vagy középső helyen, földrajzilag is közelebb állnak, illetve ugye akkor Eger hogy jön a képbe ilyen, meg az Erdély főképpen, ugye? Hogyha a távolság befolyásolja az utazásokat. Abszolút nem befolyásolja, tehát teljesen irreleváns volt, hogy az adott egyház meg milyen távol helyezkedik el. Tudod, meg az a két egyház megye? Minden megtaláltak? Gonoszoltam, nem raktam meg értéket. Tehát szerény. Szerény. Tanár úr segített szerény. Tőle nyugatra egy szomszédos egyház megy a Déle. Hasonlóan nem, mint a szerények, hogy ez ilyen délügyű missziós püspökségként alakulnak meg, tehát nem központról nevezik el őket. Erdélyhez hasonlóan. Egyébként szerény, meg volt még egyben. Az ABC betűjük neked. Szlavonia az egy terület, hogy egy jó, de jófele egyébként irányban nagyjából. B betű. Nemes tanár úr bemondta Bosznia. Bosznia játszunk, hogy itt ülünk. Oké, tehát ezek hiányok, vagy miért hiányoznak? Egyébként hozzáteszem, ha megnézik az adatokat, úgy Bács, Kalocsa és viszonylag a végén van meg Csanád is. Ha odarakjuk még Boszniát, meg Szerémet, így délre. De itt valószínűleg az oszmán hatását érhetjük tetten. Illetve még, ami Csanád esetében akceptálható, mindig ezt meg kellene majd nézni, a görög-keletiek aránya, ugye az ortodoxok aránya ezeken a területeken, nyilván ők nem mennek Rómába pappá szentelni magukat, de ez is befolyásolhatja. Befolyásolhatta ezt az arányt. Következő, hogy itt a promóciós ügyek alakulása, említettem a Dimisszóriát, itt az 1440-es éveket mutat ki ez. És ugye itt a Dimisszóriákat leszámítva a legtöbb promóciót 1448-ban lehet kimutatni a magyarok részvételével. Ugye összesen 6 főt szenteltek el. Vagy pappá, vagy tehát a kisebb rendeket. A többieknek ugye, akik engedélyt kaptak, hogy bárhol, bárhol felszentelhesse őket, őnek nem kellett személyesen rómálódni. Vagy éppen ebben az időben egyébként Firenzében feladában rómálódni. Ugye itt megpróbáltam ennek az okait feltárni, hogy mi lehet az oka, hogy itt van ennél nagy jelentős visszaesés. És hát én azzal próbáltam ezt magyarázni, hogy ugye az 1440-es évek azért a magyar belpolitika szempontjából, hát meg még az oszlánokat is belevesszük, de a magyar történelem szempontjából nem a legkiegyensúlyozottabb évtized, ugye, és viszonylag szofisztikáltan fogalmaztam. Ugye itt azért van két királyunk paralel, az ország két részre szakad, belháborúk vannak, egyébként 1440-ben már az oszmánok ostromolják, közben Nándorfehérvár, ugye az oszmánokkal Bunyadi János így úgy össze, csak ugye 40-ben, 48-ban éppen nem közel szerencsés módon jön ki ebből a történetből. Tehát valószínűleg arra jutottam, hogy ezek komolyan befolyásolhatták. Hiszen, hogyha itt belül gyúlnak a harc, akkor persze most látjuk, el lehet menekülni, de valószínűleg nem a papszentelés római megoldásán gondolkoztak a jobbágy fiúk, azt gondolom.
Hogyha tovább megyünk, ugye itt látjuk a 1480-as éveket, két kiugró, oké, kell másik párcát szereznem, két kiugró év, 88-89, ezt megint csak egy belpolitikai és külpolitikai dolgokkal magyaráztam, ugye Mátyásnak ekkor lezárulnak az osztrák hadjáratok. Ezt majd néhány héttel később részleteiben, és elmesélem önöknek, ugye 87-ben bevette Bécsi helyét, és ettől kezdve viszonylag kvázi békés az állapot az országon belül, tehát megnyugszanak a határok. Az oszmánok ekkor éppen nem bolygatnak semmit, itt a Balkán északi részén. Én ezzel kötöttem össze, hogy viszonylag kiugró, az előzőhöz képest mindenféleképpen kiugró római magyar jelenléttel számoltuk a promóciók terén. És akkor jön a nagy boom, ugye itt a 90-es évek. 90-ben láttuk a visszamegyek egyet, de nem megyek vissza, ott olyan nulla körüli az eredmény. 91-ben ugye ott 7-8 emberről van tudomásunk. Gyakorlatilag itt a 92-től így megindul, és a 95-98 között van az a nagy boom, amikor gyakorlatilag a magyaroknak a közel felét szentelik Rómát. Mi lehet ennek az oka? Még mindig nem tudtam teljesen megfejteni. Az egyik magyarázat, ez csak egy szelete lesz, azt, hogy gyakorlatilag ugye II. Ulászló 1495-ben szilárdította meg hatalmát. Én ezzel magyaráztam. 94-95 itáliai háborúk. Dúlnak ugye első Ferenc lemasírozott. Egész Nápolyig, nem volt városi járványok is, pestis járvány is kimutatható, tehát ez nem a legkellemesebb időszak. 90-ben mégis nagyon sokan mennek. Van olyan, aki egyébként teszem hozzá, arról tudósít, nem szentelendő, de nyilván rájuk is vonatkozik, hogy kiket hogyan mondtak ki magyarok közül, akik zarándokolni mentek Rómába. Tehát, hogy ez igen komoly megpróbáltatásokat jelentett. De van egy olyan sejtésem, főleg a 96-ot tekintve, külföldi kollégáim is már próbáltak más forrásokból szúrókörszerű vizsgálatokat elvégezni és eredménnyel szolgálni, hogy itt második, illetve hatodik Sándor alatt itt volt egy utolsó nagy lendülete a romai szenteléseknek, és több csalásra is fényderült egyébként teszem hozzá, a penitenciária anyagát vizsgálta Ludwig Schmugger, és itt például a német klerikusok nagy része, vagy jelentős része megpróbált lemondásra javadalmakat igazolni, és egyéb kritériumoknak se feleltek meg. Itt például a kutatásokat tovább kellene folytatni, hogyha kijutunk Rómára június elején, másvégi június elején, akkor éppen ezt az évtizedet szeretném tüzetesebben megnézni, nem csak a magyarokra fókuszálva, hát fogok egy olyan európai elfogadható választ adni, ami minden nemzetre vonatkozhat. Látták a zágrábi térképet, komoly problémát okozott a településeknek a lokalizálása. Egyrészt nem adták meg mindenütt, nem tették fel mindenütt. Másrészt pedig hát irtózatos kaligráfia, és hát a talján anyanyelvű olaszoknak a magyar helyi nevekkel is komoly problémája van. Tehát ebből is számos probléma adódott, tehát ez ilyen komoly megpróbáltatásokat jelentett. Itt látják az alányokat, tehát én átlagot vannak ilyen 50%-ig sikerült azonosítanom a származási helyeket, és arra vonatkozik, erre a csokorra vonatkozik a származási szolgálati hely kapcsán, hogy a származási szolgálati hely nem mindig ugyanaz. Honnét származott az illető, vagy hogy hol került állásba, ugye az eltérhet. És a két kategória alapján látjuk, hogy azért a falvak, ez a villa, a falvak dominálnak, meg a mezővárosok, tehát a városias településeket hát kevésbé találjuk itt a nevek mellett. Ez pedig arra is utal, és annak is leképezése, hogy hát a magyar település hálózat milyen fejlettségi szinten volt. Hát nem a városok dominálták természetesen a középkori Kárpát-medencét, hanem sokkal inkább a falvak és mezővárosok. És röviden érinteném azt is, hogy ez a forráscsoport, ez mire jó tulajdonképpen. Egyrészt, hogy itt a föltárt 793 személy közül 20-nál többet nem ismert a korábbi kutatás, egyrészt, másrészt, ugye ez éppen az egyházi társadalom alsó részéről mutat egyfajta képet, éppen a vidéki lelkészkedő papságról, oltárigazgatókról, akik ugye a névtelen tömegekben bújtak el eleddig. Most tudunk egy-egy példát már, vagy hát néhány példát ezekkel kapcsolatosan mondani. Hogy ez milyen arány képviselt, ez a 793 fő a magyar kléruson belül,
Azt lehet mondani, hogy a magyar klérust, hogyha megbecsüljük a lelkészetet, a szekuláris klérusról beszélek, 10-12 ezer főre tehető a késő-középkori világpapok klérusok száma. Most ehhez képest, ha viszonyítjuk ezt a 793-at, hát ugye, a csempelt említett, vagy megfordítva is akár, azt lehet mondani, hogy viszonylag kevés, kicsi az arány. Viszont, hogyha megnézzük ezt a térképet, ami először a származási helyeket mutatja a Kárpát-medencén belül, az egyházmegyék színeit látják, tehát nem, nyilván nem bármelyik, ezt kiszúrták már. És hogyha tovább megyünk, ugye itt látjuk a szolgálati helyeket, és akkor a harmadik kis térkép, hogyha bejön, most bejött, igen, ez a harmadik, mindkettőt látjuk. Ugye itt azért látjuk, hogy a Kárpát-medence szinte teljes területe lefedésre kerül. Persze vannak hiányosok, a déli részek, vagy az Alföldnek azon részei, amelyek egyébként is viszonylag ritkán lakottak. És hogyha tovább vizsgálódunk, és hogyha igen, akkor látjuk, hogy néhol tanácsműek ezek a kis jelölések. Az egyik az Egri egyházmegye területén látható a részen, észak-keleti ország részen. A következő az a Szepesség, amely egyébként gazdag egyház intézményhálózattal nagyobb népességgel rendelkezik. Az esztergomi egyházmegye egy része, a nyugati területek, illetve itt még délen, itt a Dráva Mura közé, itt az Árnyelvi egyházmegye. Kicsit a Veszprémi, meg kicsit a Győr is bele kalcol ebben. Tehát ezek a legsűrűbbek, ezek a területek. Itt is további vizsgálatok végezhetőek, hogy ezek hogy korrelálnak mondjuk a kereskedelmi utakkal, a dombozati térképet készítettek akkor a nyilvánvalóan normál útvonalhálózattal, folyókkal, patakokkal és így tovább, hogy egyáltalán lehet, hogy itt is lesz valami mintázat, ami kimutatható. Tehát ez mindenképpen fontos. És akkor végezetül, hogy miért Róma, utána még lesz egy-két ilyen, ez már is az utolsó epizódokat minket. Miért Róma? Ugye ez fölmerül ez a kérdés, ezt foglalkoztatja az embereket. Nyugaton van egy olyan terminus technikus, ami ezzel a jelenséggel foglalkozik, a római szentelésekkel, és a szentelési turizmusnak nevezik. Ludwig Schmugge, András Réder, és én is átvettem tőlük ezt, de Magyarország vonatkozásában, a Kárpát-medence vonatkozásában a 12.000-hez a 793, ugye az, hogyha ráadásul mondjuk egy időben lenne, hogy ez szólt is ráadásul, tehát egy évben 293 magyar kimenne, és 12.000 egyházi állás lenne, vagy mondjuk lelkészkedő kapu állás, akkor is kevés, ugye Magyarország vonatkozásában, tehát turizmusnak nem lehet nevezni. Azt azonban ez az arány is szerintem magától értetővé teheti, hogy gyakorlatilag akiket Rómában szenteltek, azok olyan arányt azért mégis képviseltek, hogy hát nem kellett határhét árkon bokron átmenni ahhoz, hogy bármelyik egyszerű jobbáj találkozzon egy olyan pappal, faluban, mezővárosban, aki Rómában vette fel a presbiteri úr. De miért Róma? Ugye az első, ami gyakran előfordul, erre utaltam is, hogy zarándokként szerettek volna eljutni az apostolok küszöbéhez, ugye Szent Péter és Szent Pál sírjához, és ezt gyakran meg is adják a kérvényeikben. Tehát vannak olyan direkt olyan kérvények, amelyek ezt meghatározzák, hogy azért mentek hová, de egyébként ezt szeretném magad főszentelni. Tehát ez a normál módon összekötötték a zarándoklatot ezzel a jelentős presztízs biztosító szentelésre. Nyilván azok, magyarok közül kevesen jutottak egyébként olyan kúriai hivatalokba, amelyek állami római életéket kívántak volna, de azért ki lehet mutatni ilyeneket. Hogyha össze-európai dimenziókat vizsgáltak, akkor magától értetődő módon a kúriában a kúria hivatalnokai hát ott tudták magukat felszenteltetni. Tehát ez is mint abszolút legális motiváció rendelkezésre áll egyetemisták. Itáliai egyetemvárosok közül Bologna önök számára is jól ismert, nyilván tanulmányok formán, hallgatok a Padova. Számtalan ott tanuló diákot szenteltek az ottani püspököknek a hatalmazottakhoz. Rómában is működött egyetem. Olyan magyar adatunk is van római papszentelésről, aki egyébként Bolognában és Padovában tanult. Bolognában fölveszi a kisebb rendeket, majd Rómában fölszentelteti magát, sajnos ezekből a könyvekből hiányzik, épp ott van egy ilyen nagyobb hiányzás. Viszont azt is tudjuk, hogy 1469. októberében Rómában mutatta be az első szentmisét, ugye? Hát ez sem
mondhatja el mindenki magára a 12 ezer vagy 10 ezer magyarországi lelkész közül, vagy régváros közül, akik diplomáciai úton járnak Rómában, ugyanakkor még képlékeny az állandó rezidens képviselet kialakulása, de nagyon sok olyan személy van, például Imre boszniai prépost, akit Mátyás Rómába küld, és több mint két évig Rómában tartózkodik. És ő azért folyamodik, hogy a 20 szentet tethesse föl magát, nyilván ezt el is tudja írni, és szenvedik. Megint csak nincs kontrollforrásunk, hogy a kérelme pozitív elvéleláson túl kiadtak volna számára a szentelési bizonyítvány, de ne legyen kétség. Az is egy motivációs tényező lehet, hogy a normál kánonilag előírt utat nem tudják használni, azaz mondjuk a megyés püspök nem létezik, üresedésben van a püspöki szék, meghalt az előd, utódok meg nem neveztek ki, nincs segédpüspök. Ilyenkor ugye ugyanaz a történet, hogyha a szomszédos egyház megy előjárójához, meg mit van a Rómában. Ez is egyébként először ott kerül, mint indok a római szentelés mellett. Egy győri esetre hívnám fel a figyelmüket 1168-ból, amikor hát leírja az illető kérelmező, hogy azért szeretné, hogyha máshogy szentelnék föl, mert a győri püspök csak nagyon ritkán szentel. Nyilván évente 6-szor mondjuk, vagy még lehet, annyiszor sem. Egyáltalán a szentelés előtt olyan kritériumokat támaszt a jelöltek irányába, amelyek teljesíthetetlenek. Egy évig ugyanis a szentelése várakozóknak a püspököt saját költségükön kell szolgálniuk. Tehát magyarán egy évig a püspök mellett temetnek, illetve asszisztálnak temetéseken, szertartásokon. És hát igazából ezért még ők kell, hogy az élelmüket ellássák, vagy előteremtsék. Nyilván ehhez nem fölött a foga, tehát ilyen esetek is lehettek. Azonban azt is említeném, hogy hát hogyha az illetőkkel probléma volt, és otthon ismerték őket, ugye erre egyszer kitértem. Bármi probléma volt, akkor egyszerűen volt elmenni Rómába. Róma tekintélye nyilvánvalóan nagyobb volt, mint hogy helyben perpapat okozzon az ő eljárásuk. Tehát erre is van példa. Magyar anyagban egyébként ilyen üresedésre hivatkozást is találtam, ami tulajdonképpen hamis, mert a győri egyházmegyés illető arra hivatkozott közben, hát már 10 éve be volt töltve és föl is volt szentelve a győri püspök, tehát be volt töltve a püspökség, és mégis erre hivatkozott. Nyilván Rómában ezt nem tudták ellenőrizni, manapság egyszerűen a történet, azt gondolom. Jó, tehát ez is mind fontos. Aztán a legfontosabb motiváció, a relevánsabb korszakunkban a gyorsított eljárás. Ugye az, hogy 3 napon belül, akár vasárnap, akár ünnepnap, és a hivatalos évi 6 előírt kántorbőjti szentelési napon kívül bármikor fölvessék a szent rendeket, és hogy a Rómában, ugye ezért Rómában kellett folyamodni, ezt nem lehetett így tudnám intézni, hogy az illető személyesen folyamodott, akkor célszerű volt már az orrándok problémok alatt kivárni ezt az időt, amíg a szentelése sor kerül. Ez volt talán a legdöntőbb motivációs tényező között. Hamis javadalom esete magyarok körében nem volt népszerű, tudunk néhány példát, amikor hamisítottak mindenféle okleveleket, de ez a magyarok körében, még egyszer mondom, római szentelése kapcsán nem volt gyakori. És akkor jön egy utolsó, és ez a tényleg a vége, hogy ó, oké, próbálok felszentelték az illetőt. Mert ugyanis voltak olyan kiskapuk, amelyek az említett két intézményen kívül is biztosíthatták a szenteléseket, ugye a kamera apostolik az egyik hivatalos szerv, és a római vikáriát és a másik. De azért számos olyan püspök tartózkodott az Örökvárosban, aki vagy olyan egyházmegyei élén állt, amely a hitetlenek területén feküdt, tehát nem volt bevétele, vagy olyan kevés bevétellel rendelkezett, mert kis itáliai püspökség élén állt, hogy kiegészítő apanázsa volt szüksége. És erre is van példánk, hogy hát nem is szenni se kellett még a szenteltek illetőket, hanem a házi kápolnájában ott van fölszentelte nyilván baksisért. Tehát, hogy ez rendelkezésre áll, következésképpen minden részegyházban, így a magyar egyházban is, a Rómából hazatérteket még egyszer ellenőrizték. Tehát nem elég, hogy Rómában megvizsgálták tüzetesen őket, hanem ellenőrizték, és szerencsés módon Bécsben, tehát Róma utaztam erre-arra, Bécsben mutattam egy olyan oklevélre, amelyet itt látnak, amely Necpáli Jánosnak szentelési bizonyítványát tartalmaz 1998-ban.
szentelték. Ugye Raffael Riario a kamarásat látunk, de ez is Raffael, hogyha a Bokravéra látja a Scriptura Ungiót, épp a meg nem nyitott, már megosta nyitott sorokban, ugye ezt el lehet olvasni, és számunkra ez a lényeges. Ez a formata, a felső rész. Amikor Kovács igazolja, 98-ban áldozóhatvá szentelték, és még előtte ilyen fokozatot fölvett ez a delég Neszpári János, viszont alul egy olyan részletet látnak, hogy ezt látják is nagyjából, itt kinagyítottam, hogy más kézírásával, más tintával, ugye? Pergamenre alul ráírtak bizonyos szövegeket, és látjuk, hogy az egyik pecsét az eredeti elveszett, viszont a másik pecsét, az alsó szövegnek a hitelesítő szigilluma, az látható, ugye itt. A függő pecsét, a kamarás pecsétje az idők során elvészte magát. Röviden magyarul ezt latinul írtam föl, valahol a kötet lábizetében is megtalálható. Ez az eredeti oklevél. Itt látjuk, hogy ez a Derék Neszpáli János akolitusként, tehát a kisebb rendben legmagasabb fokának birtokában ment Rómába. Az Esztergomi, ugye ez Trigumiensis, az Esztergomi Egyházmegye területéről származott, ott meg is van határozva, hogy Szent György mezőváros Szűzmári oldalra igazgatóságát létrehozott, amit egyházi oldalra, és itt látjuk, hogy ugye 1998. április 4-től kezdődően két héten belül fölvette a szakrédikén ezt a magasabb rendeket. Ugye először pirosra látnak, hogy Hanszert pappá szentelték, utána diákonussá, végül pedig presbiterré szentelték. Azt is látjuk, hogy ugye a Tevere-szigetén, nem a Tevere-szigetén, hanem a Rómában a Szent Megváltó terve melletti templomában szentelték ki ünnepélyes szentmise keretében. Tehát ez a bizonyítvány. Számunkra ez érdekesebb, az az alsó kis hozzátoldott rész. Ugyanis az esztergomi esnek helynöke egy kánonjogi doktor, ugye itt látjuk, hogy Ferrarából származott Tomázó Amadei az, aki kiadja a parancsot, a kontrollra. Pontosan azért, hogy nehogy tanulatlanként valaki baksison megvett bizonyítványa akarjon esztergomi egyházmegyébe elhelyezkedni, mint lelkipásztor vagy kápolna igazgató, vagy oltár igazgató. És itt látjuk, hogy kiadja a szentmise bemutatására vonatkozó engedélyt, ugye nos mandatum ad celebrandum suis primicis, és így tovább. Az esztergomi egyházmegye területére kiadja neki az engedélyt. Tehát valóban az ellenőrzéseken, a kontroll, a második ellenőrzés alkalmával is alkalmasnak bizonyult. Erkölcsös volt, nyilván jobban ismerték, testi épsége rendben volt, fölkészült volt, megvizsgálták a latin ismereteit. Tehát magyarán mondva, hogyha azt olvassák, hogy mindenki tanulatlan lett volna, akit mondjuk 6. Sándor idejében, nem is 6. Sándor idejében szentelődik, szenteltek föl, mert 6. Sándor és a reneszánsz pápaság egyébként is, akkor azt ne felejtsék el, hogy ezt azért nem hagyták. Tehát kétszeres ellenőrzés alá estek, ez olyan, mint hogyha önök diplomát kapnak, tanári végzettséget, elmennek az iskolába, és még egyszer elvizsgáztatják önöket mindenből. Nem tudom, hogy sor kerül el, de hogy valahogy így kell elképzelni, tehát dupla vizsgát. Tehát, hogy így garantálták azt, hogy megfelelő minőségű, megfelelő tudású emberek kerüljenek a hívek elé, illetve itt látják, amit most már végig is futott talán, ez az okmánytár, és ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmüket és a jelenlétüket. Köszönöm szépen! Találkozunk legközelebb.